Védés az egyik kapunál, majd gyors támadásvezetés után gól a másik oldalon. Hasonlót nem csak edzéseken, hanem a meccseken is láthatott a szakma és Tavaspori játékosaitól. Nem véletlen, hogy a bajnokság majd egyharmadánál feljutó helyen áll az előző szezonban csak osztályozón bennmaradó Nyíregyháza. Tímár Krisztián vezetőedző szerint a Vártnál előrébb járnak a csapatépítésben, köszönhetően annak, hogy mind a pályán, mind az öltözőben gyorsan kialakult az összhang a futballisták között. A kiválasztásnál törekedtünk olyan játékosokra, akik sikeréhesek, olyanokat idehozni, akikbe ambíció van, akik szeretnének előrelépni, és azt gondolom, hogy ugye elkezdtünk egy közös munkát a nyáron, aminek ugye gyorsan meglett ugye az eredménye, és a siker nyilván az elején, sikerek gyorsan össze is kovácsoltak minket, szóval ahogy említettem, hogy nagyon olyan az öltöző, aki összetartó társaság van, öröm velük dolgozni, nyitottak az újabb dolgokra, erre az újabb fajta felfogásra, szépen fokozatosan ugye egyre kompaktabb lett a csapat, átvették azt, hogy előrefelé szeretnénk védekezni, magasabban védekezünk, mint korábban, sok labdát szerzünk az ellenfél tér felén, és ezeket többnyire jó minőségben fejezzük be. 11 forduló után a Győr csak több győzelmének köszönhetően előzi meg a szintén 25 pontos Nyíregyházát. A Spari eddig 7 győzelem mellett 4 döntetlent játszott, és egyedüli csapatként még veretlen a mezőnyben. Mondanám, hogy ugye addig lehet kitolni ezt a sorozatot, ameddig mi akarjuk, mert ez csak rajtunk múlik. Mi azon is vagyunk, hogy ezt minél kijebb toljuk. Minden meccs nehéz, ugye az NB2-ben itt nincsen olyan mérkőzés, amire azt tudnám mondani, hogy ez könnyű, ez nekünk ez papírforma győzelem. Minden meccsre készülünk, hétről hétre, ugyanúgy most, hogy a Vasasra készülünk, ugye. Ugyanúgy készültünk a Moson-Magyaróvárra is, tehát igazából nincsen könnyű dolgunk ebbe a bajnokságba. Próbáljuk minél kijebb tolni, reméljük minél tovább sikerül. A következő ellenfél a tavasszal míg NB1-es, az azonnali visszakerülést megcélzó Vasas lesz. A jelenleg negyedik angyalföldiek 7 ponttal szereztek kevesebbet a Sparinál. Egy nehéz mérkőzésre lehet számítani, nyilván a Vasas is a feljutásra esélyes csapatok között van. Ami látszik, hogy ugye most azért a elmúlt időszakban például a legutolsó mérkőzésen ugye elbukták a mérkőzést, ezért szerintem kettőzött erővel fognak a mérkőzésbe beleállni, de igazából én azt szeretem, hogy a csapatom a saját játékát tudja játszani, megpróbáljuk ráerőltetni a mi akaratunkat, de mindenféleképpen idegenben egy nehéz mérkőzésre számítok, de tartom olyan erősnek a csapatomat, hogy bátran, maga biztosan állunk bele abba a mérkőzésbe, és remélem, hogy pontot vagy pontokat fogunk tudni idegenbe is szerezni. A Vasas Nyíregyháza Spartacus mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik az Iloszki Rudolf stadionban. A forduló további párosítása következő: BV1C Zugló Siófok, Gyirmót Csákvár, Kazincz Balcika Tiszakécske, Moson-Magyaróvár Szombathely, Budafok Soroksár, Ajka Kozár Misleny, PMFC Budapest Honvéd és Szeged Eto FC Győr.